nem keresgélt az éppen szabad, nagy tapasztalatú edzők között az őszi idény vége felé a Paksi FC vezetősége, amikor a csapat a várakozás alatt szerepelve megragadta táblázaton az alsóházban. A kieséstől fenyegetett pozícióban volt az együttes, a neves szerb edző Tomislav Sivicsel, akitől meg is vált a Paksi klub. Bedobta a mélyvízbe minden ízében, zsigerében Paksi saját nevelésű edzőt, a zöldfehére korábbi NB3-as játékosát, majd ennek a csapatnak az edzőjét, Ostermayer Gábort, aki több mint 20 éve gyakorlatilag a klub alkalmazásában áll ilyen-olyan minőségben. Én is úgy kezdtem, mint minden edző, hogy az U7-es korosztálya, gyakorlatilag minden korosztálya dolgoztam. Talán 10 év után dolgoztattam a Paks 2-es csapattal, az NB3-assal 4 éven keresztül, illetve közben utánpótlásvezetőként is gyakoroltam ezt a szakmát. Tulajdonképpen 5 éve ugye nem gondoltuk ezt, hogy milyen hirtelen be kell ugrani valaki helyére, de hát nagyon jó sült el, jó alanyok voltak a csapat részéről, illetve hozzátartozik, hogy a vezetőség bízott ebbe a munkába, amit én itt elkezdtem utánpótlás szinten. Ostermayer tudatosan készült az edzői posztra. A fiatal edzők között az elsők között volt, aki megszerezte a világfutballban elfogadott legmagasabb nemzetközi edzői minősítést, a prólicencet, amiért bizony sokat kell tanulni. Munkájának eredményeképpen több saját nevelésű játékos is felkerült az NB3-as, majd az NB1-es csapathoz is, vagy eligazolt egy NB2-es együtteshez. És 5 éven keresztül foglalkoztam vele az Ány János, vagy a Kesztyűs Barna, aki a Kispesthez ment játszani, illetve a most elmenő Bór Dávid, a Simon Márk, aki most Kaposváron ellenünk játszott, de itt Pakson bemutatkozott NB1-be. Aztán hát nem utolsó sorban itt, ha a csapatról szeretnék beszélni, ugye amikor az NB3-as csapatot csináltam, akkor a stabil középmezőnyben volt. Fiatalokkal játszottunk akkor is, utána más csinálta ezt, akkor a csapat kiesett. Úgyhogy ebből adódóan, és azt gondolom, hogy azt gondolták a vezetők, hogy megbíznak bennem, és ebbe a pozícióba raknak. Azért ez mégiscsak mélyvíz volt. Az NB1 más kávéház. A higgadt intellektusú Ostermayer tud-e hatni a rutinos NB1-es játékosokra? Vetődött föl első blikre a kérdés. Továbbá tud-e taktikailag újat hozni? Tud-e jó döntéseket hozni az adott meccs szituációjában? És az újak közül kit tud beépíteni krízis helyzetben is az együttesbe? Ezen a 8 mérkőzésen valahogy jól összejöttek a cserék is, meg az, hogy amikor váltottunk, mert ugye szerda-szombat ritmusban volt, amikor teljes védősort váltottunk kétszer is, ilyen volt például a Puskás meccs is, és a Fradi meccs is, amikor jósült el, illetve azokat a játékosokat elől pedig jó lettek cseréve, vagy kellettek ők a hozzáállásuk miatt nyilván, az, hogy ezt elfogadják, az, hogy most cserekéjössz be, a következő meccsen meg kellett lejátszó 60-70 percet, és ez így jól működött. Tehát az edzői szakma akkor is azt mondom, inkább pedagógia, tehát meg kell értetni a játékosokkal, hogy mit szeretnék velük kezdeni a pályán is, meg a pályán kívül is. Bíztak, hittek, főleg az idősebb évjáratú játékosok Ostermayerban. A szakmai és a morális egység a bajnok Ferencváros és az ezüstérmes Videoton ellen elért döntetlennekkel, korábban győzelemmel is végződő meccseken, a pontszerzés záloga volt mindez, a megnyert meccseken úgy szintén. Alig ha véletlen, hogy a PFC már az utolsó percekben nem veszített pontokat, mint elődje, éppen ellenkezőleg történt minden. Idekerülésemmel ugye próbálkoztunk ezzel a három belső védővel, vagy más öt védőnek mondja. Ugye a legtöbb gólt kaptuk, akkor én azt tartottam ilyenkor fontosnak, hogy a védekezésünket rendbe tegyük. Az a középpályán kezdődik, emlékszem, januárban azt mondta. Igen. Tehát akkor bejött ez a két győzelem, és akkor utána éreztem, hogy lehet váltani, mert talán össze fog állni már 4 védővés ez a dolog. A játékosoknak lesz egy önbizalmuk már, hogy egy bátor futballt elő tudunk mutatni, és ez gyakorlatilag a januártól kezdődően ez,
ez a négyvédős rendszer volt, tehát nem gondolkodtam már az ötvédősbe, azt csak arra használtam, hogy stabilizáljuk a csapat védekezését. Az előrejátékban is volt egy recept, amikor Böde center és statikusabb jár, és volt egy olyan, amikor Böde sérült, vagy bármi az nem játszik, akkor tulajdonképpen kombinatívabb volt. Hát igen, a Hányani játszott helyette, vagy éppen a Bödejet bejött a Sajbán, aki egy kicsit mozgékonyabb, más erényeket mutatnak mind a három játékos. Mind a három tulajdonképpen passzolt, mert volt, amikor a Böde hozta a meccset itt, ugye a Debrecenen, mikor félpályáról bevitte, ilyen Böde gólt rúgott, ez gyönyörű volt, illetve fejelt fontos gólokat, és a Hányani ez mozgékonyabb volt, akkor mozgékonyabb volt egy kicsit a csapat is, illetve a Sajbán az állandó veszélyt jelentett, mikor csereként behoztam. Úgyhogy a jó igazásnak tűnt a Sajbán Máténak a leigazolása, akit tulajdonképpen a Mezőkövesd megye egyes csapatából hoztunk, és 4-5 gólt rúgott a kupameccsekkel együtt 5-5. A fiatal tréner azonosulni tud Paks Süli János miniszter, társadalmi klubelnök a magyar NB1-ben egyedülálló filozófiájával. Nem lehet ugyanis a csapatban külföldi, csak magyar játékos, és mindig lennie kell hadrafogható saját nevelésűnek is. Aki ide jön, tehát az valóban azért jön ide, hogy itt akar játszani. Ehhez kell egy pedagógia is, hogy beállítsa az ember a játékos fejét. Úgyhogy valóban így van, de a Paks azért valóban ezt a filozófiát mutatja, de azért nem könnyű a helyzet, hiszen nem azokra a magyar játékosokról van szó, akik... Abszolút kész játékosokról nincs szó. Tehát nem válogatott szintű játékosok, tehát lehetett volna nekem igényem a Gazdag Dánielre, a Sigére, tehát ők is magyarok, de hát ők számunkra elérhetetlenek. Tehát valóban nekünk azokat kell megfogni, akik peremre kerülnek, és azokba egy kis motivációt tenni, kihozni belőlük a maximumot. Úgyhogy... ez egy nehéz dolog. A legjobb korba érkező labdarúgók szerintem a 25-26, mert tulajdonképpen ha 3 éves szerződést köt velük a klub, akkor se idősek még. Úgyhogy kicsit a csapat előregedő volt, én úgy gondoltam, mert azért 13 labdarúgók volt 30 fölött, és ez úgy, az úgy sok. Attól tartottam a sorozat terhelésnél, hogy ez gond lesz. De mégis sikerült úgy forgatni tényleg a csapatot, hogy ez sikeres volt. Ostermayer Gábor az a típusú edző, aki a sikeres meccseket is végigelemzi úgy, hogy találjon olyan hibát, ami, ha legközelebb előfordul, akár a védőjátékban, akár a támadójátékban, hátrányára lehet a csapatnak. A következő edzésen már ennek kijavítására is hangsúlyt helyeznek. Sőt, a mostani új játékosok leigazolása a típus hibák kijavítása miatt is történt, például Bognár István esetében. Voltak hibák itt a mérkőzéseken, tehát ő 10-es pozícióba érkezett, tehát a csatárok mögé. Tehát voltak mérkőzések, amikor a játékhelyzetet ugye rosszul játszottuk le. És hát kellett egy olyan futballtudó, futballokos, intelligens, aki ezt meg tudja oldani, és ebbe nekünk sokat segíthető. Nekünk ugyanazt a játékot, azt a lelkesedést kell hozni, amit mutattunk. Erre vevők voltak nézők, hiszen a Diósgyőr ellen, ha azt mondjuk, hogy a főtribűn nem jutották meg, akkor teltház volt, és lettek volna még többen nézők, amire szerintem most régen volt már példa a Pakson, hogy úgy megszerették szerintem a csapatot, meg érdeklődtek iránta, és sokan szurkoltak nekik. Magyarországon szokás az edzőket két különböző stílust képviselő nagy formátumú edzők Mezei György, illetve Verebes József nevével kategóriákba sorolni. Vajon Ostermayer Gábor melyik irányzathoz sorolja magát? Te hova a tanulmányaid és ez a kapcsolatod alapján hova sorolod magát? Kettő közé jó lenne, mind a kettőből kivenni a jót, és akkor az egy jó ötvözet lenne. Nyilván a cserélés az egy érzék, az, hogy nyúlsz bele esetleg, hogy bejön-e vagy nem. Az a helyzet, hogy tényleg voltak olyan dolgok, amik úgy jósültek el ebbe. Remélem, hogy ezt én tudom tartani. A csapat meg remélem, hogy szervezetten tud ezután is játszani. Ostermayer Gábor azzal, hogy bentartotta a Paksot, ismert edző lett, aki egy újabb sikeres év után már akár máshonnan is kaphat ajánlatot NB1-es kispadra. De most még nem tudja elképzelni a paksi FCS Paks városához 1000 szállal kötődő edző, hogy máshol dolgozzon. De nem zárja ki ennek lehetőségét.
az helyzet, hogy három gyerekem van, de a legkisebb is most már azért iskolás lesz, tehát nem már nem az a óvodás, illetve babakorban lévő gyermekek, úgyhogy majd ez egy a jövő kérdése lesz. De egyelőre szeretek itt Pakson, meg szeretem ezt a csapatot, úgyhogy remélem, hogy sikeresek leszünk. Ostermayer Gábor sikeres bemutatkozását az a kurióziumnak számító tény is csak erősíti, hogy nem főállású edzőként, hanem amolyan félállásban atomerőműves dolgozóként dirigálta a csapatot. Mostantól csak a PFC-re koncentrál, és ha úgy adódik, tudja, érzi, van visszaút számára, akár az utánpótlásba, vagy még az atomerőműbe is.